Az EOD 6C77WX típus jelzésű Electrolux beépíthető sütő egy 60-as külméretű standard bútorelembe helyezhető el. A készülék energiaosztályba sorolását tekintve A+-os, és ennek a sütőnek 72 literes a hasznos űrtartalma. A készülék süllyesztett gombokat kapott, egyikkel a sütőfunkció, másikkal a hőmérséklet állítható be. A sütőfunkciói között megtalálható a hőlégbefúvás, alsó-felső sütés, hozzáadott gőzfunkció, pizzasütés, külön kapcsolható alsó sütés, emellett a fagyasztott ételek sütése, nedves hőlégkeverés, felületpirító grill, illetve infrasütés, vagy más néven infragrill, illetve van egy menü pontja, ahol többek között ki tudjuk választani azt akár, hogy távolról, wifi kapcsolati lehetőség mellett egy mobiltelefonos applikációról is tudjuk működtetni a készüléket, ha szeretnénk. Ugyanazok a sütőfunkciók, ugyanazok a beállítási lehetőségek elérhetők, amit egyébként a készüléken is manuálisan is be tudunk kapcsolni. A másik forgókapcsoló ugye az a hőmérsékletbeállítás, de az értéket azt a kijelzőn fogja mutatni a készülék, 5 fokos pontossággal ki tudjuk választani a használni kívánt sütési hőmérsékletet. Tehát a kijelző alatt lévő érintőpanelek segítségével, ugye a bal szélső érintőpanellel tudjuk időzíteni a sütő működését, akár azt is, hogy mikor kapcsoljon be, hány órakor is ahhoz képest hány percig működjön, majd kapcsoljon le, vagy akár egy percszámláló óraként is tud működni, ami azt jelenti, hogy az idő lejárt, akkor ugye csak egy jelző hangot ad, de a sütőt nem fogja lekapcsolni ebbe az esetbe. Van gyors felfűtési lehetőség is a sütőtérre vonatkozóan, külön kapcsolható világítás, illetve az elektromos maghőmérő használatakor, ezt külön aktiválni kell ezt a funkciót, illetve bármit beállítunk a készülék menüjébe, az OK érintőpanel segítségével tudjuk tárolni. Ha megnézzük a belsejét, ugye alapfelszereltségként kapunk 2 tepsit, egy sütőrácsot, 5 tepsi magasság közül tudunk választani a sütéskor, illetve szintén mellékeli a gyártó, és benne lesz a sütőtérbe így becsomagolva egy darab teleszkópos sütősimpár, amit bármelyik tepsi magasságba fel tudunk pattintani, és akkor arra helyezve a tepsit, az kihúzott állapotába is vízszintes marad. Ezt a sütősimpárt sem bármikor tudjuk bármelyik magasságra módosítani, tehát áthelyezhető. Amit szintén kapunk ugye az elektromos maghőmérő, amit csatlakoztatni a sütőajtó takarásának jobb felső sarkában tudunk csatlakoztatni ugye a készülékhez. Másik felét, ha beleszúrjuk az ételbe, kijelzőn mutatja az étel belső hőmérsékletét, illetve akár úgy is programozható a sütő, hogy amikor a szonda azt érzékeli, hogy az étel közepe is átsült, akkor automatikusan le fogja kapcsolni azt. A sütő alsó részében kialakítottak egy mélyedést, ebbe a mélyedésbe vizet tudunk tölteni, mert ez alatt van egy mindentől függetlenül működő nagy teljesítményű fűtőszál, amit a sütőfunkció kiválasztásakor ugye bekapcsolunk. Nagyjából néhány perc alatt elpárologtatja az ide betöltött vizet, tehát gőz egy párás közben képződik a sütőn belül, ezzel pedig ugye a húsételek, pékáru, illetve tésztafélék sütésénél egy jobb végeredményt kapunk a készüléktől. A sütő két oldalfalán, illetve a hátfalán egy katalitikus felület került beszerelésre. Ez gyakorlatilag egy porózus kerámia réteg, ami a sütés közbe keletkezett zsírgő zsírpárát már akkor is ott elnyeli és semlegesíti. Ennek köszönhetően nem kell manuálisan takarítani. Ez a katalitikus felület azért tud telítődni, tehát bizonyos időközönként alsó-felső sütőfunkcióval 200 Celsius fokra be kell kapcsolni ugye étel nélkül a készüléket nagyjából egy órás időtartamra, és akkor kiég a már korábban elnyert szennyeződés ez a felület, utána pedig ugyanolyan jól flottul használható. A készülék ajtaja az 3 rétegű üvegezéssel van ellátva, viszont az ajtót azt szét tudjuk szedni, ennek köszönhetően minden egyes üveglaphoz külön-külön is hozzáférünk, kivehető, tehát nagyon könnyen egyszerűen takarítható, hogyha bizonyos időközönként erre szükség lenne. Electrolux beépíthető sütő 72 literes űrtartalommal, A+-os energiaosztályba sorolással, wifi kapcsolati lehetőséggel, elektromos maghőmérővel és katalitikus oldalfal bevonattal.